Szép jó reggelt kívánunk, tehát kicsit megágyaztunk a következő beszélgetésnek már ezzel a zenével, és Millás reggeli tehát folytatódik egészen pontosan Mihálovics Andrással. És Ács Gáborral 9 óra 14 perckor 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez lehet üzenni a műsor készítőinek. Azt mondja, hogy üzentek is a hallgatók, csak nem szedtem össze még így őket úgy, hogy szerintem azonnal rá is fordulhatunk, akkor már a beharangozott témánkra. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. És hát Katona Csaba, történész, itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát vannak kihagyhatatlan évfordulók, és úgy éreztük, hogy ez a 100 év, Romhányi József 100 éves lenne, vagy 100 éve született, ez ilyen, hogy nem maradhat ki ebből a rovatból, ugye? Hát súlyos hiba lett volna, ugye éppen múlt héten emlegettük Helta Jenő kapcsán, hogy hát vannak olyan zseniális alkotói a magyar irodalomnak, de betem bármilyen magyar művésztek, akik a humor területén is kiemelkedőt alkottak, és sokszor lehet azzal találkozni, hogy őket kicsit kevésbé becsülik meg pont azért, mert hát a humor az olyan méltatlan műfaj. Hát ez egy jó nagy hülyeség, hadd mondjam egész egyszerűen ezt, mert miért ne lehetne az öröm forrása is zsenialitás szintjére emelhető, és azt gondolom, hogy Romhányi József azok közé, az emberek közé tartozott, aki generációkon átívelően ráhagyományozott olyan szövegkapcsolatokat, olyan sorokat, hogy néha már van, aki nem is tudja, hogy őt idézi, de mégiscsak őt idézi. És azt gondolom, hogy a mi nemzedékünk azért szerencsére tudja. És hát, hogyha kellően kifacsarom a dolgokat, azt is mondhatnám, hogy Kántor Endre előfutárát tisztelhetjük benne, hiszen ugye Endrétől származnak ilyen örökbecsű meglátások, mint például az, hogy munkatársai anyagi csődje miatt feszül Frigyes, vagy harmadik Károly után Tessedik Sámuelt vizsgáljuk, hát ez már-már Romhányi magasságára emeli Endrét, és de azért mi maradjunk is Romhányinál, jó? Tehát, ha már ez így alakult. Mert hogy tényleg 100 éve született. És azt gondolom, hogy az ő életének a kezdete, az egy, ha lehet ilyet mondani, nem mondom, hogy tipikus, mert tipikus szerintem az nincsen, de jellemző magyar sors a 20. századot tekintve, hogy 1921. március 8-án született, és szinte a véletlenen múlt, azaz nem a véletlenen, hanem a történelem játékain, hogy nem Berlinben látta meg a napvilágot. Na, hogy mit kell tudni az ő családi hátteréről? Hát először is azt, hogy édesapja zsidó származású volt, Reichenbach Györgynek hívták, később Romhányi Györgynek. Édesanyja pedig Smicsek Anna, hát ők egyek is svábok és szlovákok voltak. Tehát ugye láthatjuk ezt a tényleg jellemzően 20. századi magyar történetet, de akár 19. századot is mondhatnék, hogy sokféle nemzetiség keveredik. Édesapja egyébként vértes atyai származású volt, és évekig éltek Berlinben, ahol jól tudom vendéglőt vezettek. Több gyermekük volt, közülük a legidősebbek még Berlinben látták meg a napvilágot, de hát a trianoni döntés után is itt jön be a történelem Romhányi József életébe is. Hazaköltöztek, és Nagytétényben kapott az édesapa állást, állomásfőnök lett. Ezért aztán a harmadiknek József immáron itt, Nagytétényben látta meg a napvilágot. És itt nevelkedett. Azt fontos róla tudni, ugye, hogy ha belegondolunk az ő poénjaiba, a rímjeibe, hogy rendkívül jó üteme van ennek a szinte minden sorának. És azt gondolom, hogy ez alig ha véletlen. Mert, csak nem azt akarod mondani, hogy a vonat zakatolása miatt van ez, amit ő sokat hallgatott gyerekkorában. Igen, hát pontosan így van, tehát ők az állomás főnökség is belejátszott az a ritmusérzék, na de volt neki némi zenei képzettsége is. Kezdjük mindjárt ott, hogy nagyon jó iskolába járt, a budai Ciszterci gimnáziumba. Tehát azért ott egy elég komoly képzést kapott. Egyebek mellett ott elég komolyan vették a nyelvtanulást is, így például ő megtanult az alábbi nyelveken, az, hogy németül, hát az talán annyira nem meglepő, de a latinben meg az ógörögben is egész jól boldogult. Ugye a ciszterciek komolyan vették az oktatást és a műveltséget. Azt lehet róla elmondani, hogy amennyire tudni lehet, a 72 fős fiúosztály egyik legjobb tanulója volt, és hát ez nem akárminek számít, azt gondolom, egy ilyen iskolai környezetbe. Ráadásul már ekkor elkezdett humoros verseket fabrikálni, és figyelmet fordított részben a zenére, és azt gondolom, hogy ez a ritmikusság visszaköszön az ő munkáiba. De másfelől pedig nagyon fontos azt is tudni, hogy ez volt az ő próbaterepe, tehát a fennmaradt anekdoták szerint, amikor
kedvesen gúnyolta fennmaradt rímekkel az osztálytársait és másokat, akkor pontosan tudta, hogyha nevetnek és nem hátba vágják, az egészen jól sikerült rím volt. És a zenére megint visszautalnék, a Székesfehérvári Felsőbb Zeneiskolába folytatta a tanulmányait, operatanszakon végzett. És ugye ezzel már is visszajuthatunk egy olyan dologhoz, ami talán kevésbé ismert az ő esetében, hogy bizony operák, operettek dalszövegeihez is komoly köze volt, csak ugye a humoros életműve annyira a háttérbe szorítja ezt, hogy szinte elfeledkezünk erről. Csembejegyzem meg Zongorán és Brácsán is játszott, az más kérdés, hogy eltört az egyik kis ujja, és ez megakadályozta azt, hogy komolyabban vegye a zenei karrierjét. Viszont ennek, ha lehet olyat mondani, van egy pozitív visszacsatolása, hát abszolút az írás felé fordította innentől kezdve a figyelmét, hála Istennek, rögtön hozzáteszem. Ugye az ő életében a történelem továbbra is nyomot hagyott, a szovjet hadifogságba került 1944-ben. És szerencsére ezt a hadifogságot, ezt megúszta, olyan értelemben, hogy épségbe jött haza. Egyébként a hadifogságban jó részt konyhai szolgálatra rendelték. Tehát azt gondolom, hogy ez is sokat elmond arról, hogy őt, akinek volt némi zenéképzettsége, picit többre becsülték a fogságban is, mert tudta szórakoztatni a foglyokat, és hát a konyhai szolgálat, azt tudjuk, az a kellemesebb dolgok közé tartozik. 1947-ben jött haza, megtanult főzni. Ennyi előnye volt a konyhai szolgálatnak. Itthon nem indult könnyen az élete, itthon kellett szembesülni azzal a tragikus hírrel, hogy bátyja Tivadar 1945-ben életét vesztette, egy eltévedt golyó kioltotta az életét, de sajnos láthatjuk, hogy az ő életét is szegélyezték tragédiák, mint annyi más 20. századi emberét. A lánya mondta azt, hogy jellemző módon a szovjet hadifogságról jószerivel nincs alkotása, és valószínűleg ez nem véletlen. Tehát nem túl pozitív benyomások érhették őt, de ezt azt gondolom, hogy teljesen érthető és normális dolog. Viszont innentől kezdve egy kiegyensúlyozott és boldog magánélet várt rá. A családi emlékezet szerint Fényes Szabolcs zeneszerzőnek és feleségének, Csikós Rózsi Szubretnek köszönhetően ismerte meg a feleségét, akik úgy mutatták be a két fiatalt egymásnak, hogy szerveztek egy megbeszélést, majd ők maguk elfelejtettek eljönni, és senki más nem jött el, csak hát Romhányi József meg későbbi felesége, és ebből lett aztán az a házasság, amiből megszületett egyetlen gyermekük, aki egyébként bizonyos értelemben folytatta édesapja életművét, mert hogy Romhányi József lánya szintén műfordítóként dolgozik egyebek mellett, tehát 1953-ban született egyébként Romhányi Ágnes, és ő is folytatja ezt a munkát. És innentől kezdve tulajdonképpen 1945 után bontakozik ki Romhányi karrierje. A munkája szinte végig a rádióhoz kötötte, egy rövid időben a 60-as években a televíziónál dolgozott, de aztán visszatért a rádióhoz, és lényegében végig itt volt. És akkor most nézzünk rá erre az életműre, mert hát mi az, ami eszünkbe jut róla? Tehát itt kapásból eljátszottuk ugye a... Hát nekem például az jut eszembe róla, hogy keveredett ebbe erre a prózai vonalra, hogy fedezték őt fel. Arról fennmaradt-e bármi forrás? Viszonylag egyszerű a történet, ugye azzal, hogy ő elkezdett különféle operett meg hasonló szövegeket írni, nagyon hamar felfigyeltek arra, hogy egészen kiváló készsége van neki arra, hogy a szövegeket autentikusan, kiváló ritmusban, stb. Tehát nagyon magas színvonalon írja meg egyébként. Érdekes, amit ő mondott erre, majd szeretném is idézni, hogy ő maga hogy viszonyult ehhez. És hát mivel a Magyar Rádiónál is a szórakoztató részlegnél volt, ezért aztán nagyon hamar odakeveredett azokhoz a feladatokhoz is, ahol különféle, úgymond gyerekműsorokba is kellett dolgoznia, de hát láthatjuk, hogy nem csak gyerekműsorokba dolgozott. És ha belegondolunk, hogy a 60-as évek derekán megjelenik Magyarországon a Flintstones, vagy a Frédi és Béni, ahogy Magyarországon emlegették, a két kőkorszaki szak, hát akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikerült őt eltalálni. Olyan értelemben, hogy hol tudja legjobban kibontakoztatni azt a féktelen komédiázó kedvét, ami megmutatkozott ezekben a szövegekben is. És találtam tőle egy egészen jó nyilatkozatot az Országvilágban, hogy van egy ilyen legenda, szerintem mindannyian hallottátok már, hogy a Frédi és Béni magyar szövege az jobb, mint az eredeti angol. Igen. Ugye? Nyilván ezt nehéz ellenőrizni. Kinti magyarok ezt megerősíteni látszanak. Azt gondolom, hogy nem kell patika mérlegen kimérni, jobb vagy nem jobb. A következőt mondta erre, hogy hogyan alkotott, és idézem. Azt mondja, hogy ugye az egyik állandó poénja a Frédi és Béninek, hogy a modern használati eszközök azok megjelennek, de a korszak technikai színvonalának megfelelően. És akkor írja a következőt, hogy az eredeti szövegben azonban valamelyik gépezetre például azt mondják, hogy hajtókaros szerkezet. Nyilvánvaló, hogy a rajzstílusához illik a humorosabb hangulatú emeltyűs szerkentyű kifejezés. Na és itt érdemes is megállni. Tehát, hogy nem csak, hogy visszaadja a tartalmi dolgot, hogy a hajtókaros szerkezet, hanem beleviszi a nyelvnek ezt a, és itt megint visszautalnék a zenei képzettségére, ezt a ritmusát, hogy emeltyűs, szerkentyű. És abban a pillanatban egy magasabb szintre emeli az egészet,
és folytatta tovább aztán Romhányi a saját munkamódszerének a bemutatását. Szóval más esetben igába fogott sasokkal indul a repülőgép. A mi szövegünkben viszont már a csörlőcsavaros sastárs járat fészek hagyományos rendszerű madárgépes tartó. Ez a szójátékos halandja azt hiszem jobban illik a rajz anakronizmusához, groteszk stílusához. Egyébként... ezzel nagyon nehéz vitázni, mert azt gondolom, hogy ebbe a pár általa idézett dologban is megmutatkozik az ő zsenialitása, hogy hogyan tudta ilyen nagyon zanzásítva tömöríteni egy olyan nyelvi játékot, amin ugye a mai napig röhögünk, és akkor nem szólva az ilyen nagyon egyszerűnek ható poénjairól, mint hogy hátrányos helyzetű fejtetű. És még hosszan sorolhatnám, hogyan rakja egymás mellé ezeket a szavakat, ugye indítsd a motor, te botor. És ha meggondoljuk, ezek végtelen egyszerű poénok vagy rímek, de azért összerakni azt nem volt annyira egyszerű. Egyébként ő tudott angolul? Tehát ő volt a fordító is, vagy már kapott valami fordítást, és újraírta az egészet? Hogy készült a Flintstones fordítás? Kapott egy alapszöveget. Uh-huh. De ugye nem is, talán nem is ez a lényeges az egészben, hanem az, hogy látva a filmet, mindig megnézte, uh-huh. és így tudott rátenni egy plusz dolgot. Egyébként elmondta, hogy a Frédi és Béni első részeinek a fordításáért súlyos kritikákat kapott, és ő is utólag azt mondta, hogy hát az, az igazság, hogy ő is úgy gondolja, hogy ezek nem sikerültek annyira jól. De, és szerintem ez nagyon jellemző rá, hogy erre hogy reagált, idézem, hozzájárult ehhez talán az is, hogy az első anyagok valóban gyengében sikerültek, kellett egy kis idő, amíg belejövünk a dologba. Ugyanakkor azokra sem haragudhatunk, akik később is fenntartották elítélő véleményüket. Ez ugyanis játék, és tudomásul kell venni, hogy nem mindenki szeret játszani. És azt gondolom, hogy ez a jó értelemben vett szellemi szabadságnak ez egy nagyon magas fokú megnyilvánulása, hogy ennyire indulatok nélkül tudott arról beszélni, hogy igen, volt, akinek annyira nem tetszett. Tehát tudomásul vette, és folyamatosan javította ezeket a szövegeket, és aztán ez a fajta zsenialitása azt gondolom, hogy kibontakozott olyan máig közismert sorozatokba, mint ugye a Mézga család, vagy hosszan lehet még soha, vagy a Mézga család mellett, amit folyamatosan emlegetni lehet, hogy a Dr. Bubó. Tehát amit azokban megalkotott, ahogy a figuráknak életet tudott adni a szövegével, ahogy karaktert tudott belőlük formálni, szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy hozzá tudott tenni a figura karakteréhez. Tehát meg volt remekül megrajzolva a csőrmester, egészen kiváló szinkronhangok voltak, és az ő szövege pedig még tovább tudta építeni ezt a karaktert, és szerintem az egyik legnagyobb dolog, amit a szövegíró elkövetett, hozzátéve, hogy ő mindig elmondta magáról, hogy ő nem költő, hanem versíró. Tehát nem emelte magát ebbe a, úgymond idézőjelben magasabb szintre, megint idézném. Félreértés azonban ne esik, a Flintstone szövegek átköltését magam sem szántam, nem is tekintem irodalomnak. Tavak frappáns összecsengése, csupán nem vers, hanem csak szójáték, itt-ott rím és próza, játék, pihenés, kikapcsolódás, mind a szerzőnek, mind a nézőnek. Ennek azt sem mond ellent, hogy egy-egy fordítás elkészítése iszonyúan sok munkával jár. Ez a munka azonban igen szórakoztató. És a lánya elmondása szerint nagyon sokáig éjszaka dolgozott, majd egy idő után, ahogy idősödött, átváltott a munkamódszere, hajnalban kelt föl, és hajnalban állt neki, hogy dolgozzon, és itt jön egy nagyon fontos elem, hogy többször kérdezték tőle, hogy ez így jön belőle, ez a rengeteg rím, és nem. Tehát ezzel munka van. Ezzel munka van. Ezt ki kellett találni, ez nem úgy volt, hogy ő leül és rögtön vicces dolgokat ír, hanem ehhez kellett az ő páratlan ritmusérzéke, műveltsége, az odaadása. És így születtek meg ezek a szövegek, de hadd tegyünk még hozzá még valamit az életművéhez. Macskák, musical. Hát szóval a macskáknak a magyar szövege is tőle van. Ezt talán kevésbé gondolnám. Ezt nem tudtam. Uh-huh. Yeah. Mert egy sokkal líraibb alkotásról beszélünk, és ugye a macskák, mint azt tudjuk, hogy az Eliot szövege alapján készült musical, az hát nagyon is az életről és az emberekről szól, és ezek a szövegek, hogy holdfény, nehogy tükröt a vénnek, ez azt gondolom, hogy megmutatja Romhánynak azt a kevésbé ismert oldalát, ami pedig azt mutatja, hogy bizony egy lírai költő is ott rejtőzött benne, mert különben nem tudta volna ekkora sikerré formálni ezt is. Azért is tartottam ezt fontosnak megemlíteni, mert a macskák, nem csak a idézőjelben az angol nyelvű eredeti szöveg, hanem a magyar nyelvű szöveg is, hát a mai napig egy, azt gondolom, hogy páratlan sikertörténet, és Romhányi bizony még ehhez is hozzá tudott járulni a dolgaival, és még mindig tovább lehet ragúzni, hogy mindent tudott letenni az asztalra, ami talán kevésbé ismert nála, de foglalkozott egyebek mellett reklámszövegek írásával is. Tehát ez az, amire szerintem kevésbé gondolnánk, de Korvin áruház. Minden szinten szinte minden. Na vajon ki írta? Tényleg? Romhány. Ez se volt meg. Aha. Ugye, ugye? Nem. És ugye ezekre is emlékszünk, mert ezek is ilyen visszatérő szövegek, tehát nagyon-nagyon sokféle területen tudott alkotni, zenei fordításai közül idéznék néhányat. Christoph Willibald Gluck, egy klasszikus szerző, Orpheus és Eurydiké, ki csinálja meg a magyar verzióját? Hát persze, hogy ő. És megjelentek könyvei is, ugye Posztumusz jelent meg 1983-ban, a korai halála évében, sajnos 62 évesen távozott, a Szamárfül című
munkája, és ebben ugye állatversek szerepelnek, de azok az állatokról szóló versek, ezek mind-mind kivétel nélkül gyakorlatilag emberi dolgokra utalnak vissza, és rögtön hozzáteszem, hogy volt benne egy nagyon pajkos humor is, amit nem csak a rímekbe tudott elrejteni. Volt egy olyan része, meg nem mondanám már, hogy a Mézga szériák melyikének, amikor egy unalmas krimit néz a komplett Mézga család, és mindenki izgulott, ki lehet a elkövető vagy a gyilkos, ott ül Paula, ott ül a Krista, ott ül a kutya, a macska, a maffia, ugye ott ül Géza, egyetlen ember unja rendkívüli módon a lapos történetet, Aladár, a család legintelligensebb tagja, aki alszik. És amikor véget ér a krimi, és föláll a család, akkor Paula mit mond Aladárnak, hogy Aladár, ébredj fiam, aludni kell menned. Ezeket a poérokat még így el tudta rejteni, tehát még rím nélkül is képes volt ilyen dolgokra, és hát akkor most idézem, tehát, hogy mire volt, milyen játékosságra volt képes, hogy Frédi ébresztő serkenyfelte kába, Irmával elmegyünk a kozmetikába, vigyáznál lenni kőre, apuci lesz a kicsi őre, erre a kis időre. Tehát ahogy egymásra épülnek ezek a rímek és az egysorosai, fogd az ütődet, te ütődött. Amikor csak egyetlen betűvel egy picit odább tudja rakni, és már is kialakul egy olyan dolog, hogy az ember röhögve figyeli, hogy miről van szó. Csaba, hosszan még... lehetne sorolni őt, azt gondolom, hogy belénk égtek ezek a rímek. Még egy dologra szerintem térjünk azért mindenképpen, mert az elismertsége azért nem volt ott, ahol lehetett volna, és ahogy az kiderült, aztán nemrég pár hónapja volt a talán a Naplóban egy riportarról, és amivel a lánya is nyilatkozott, hogy az élete, utolsó szakaszában ez bántotta is. Ez vajon miért alakult így? Nem kapott komolyabb elismeréseket, díjakat. Nincs erre nézve semmi konkrét tudomásom, de azért egy tippem nekem van. Ugye 83-ban a halála évében kaptam meg a Magyarország érdemes művészeti díjat. Tehát tényleg a legeslegvégé. És nekem van egy olyan elképzelésem, én ezt semmivel nem tudom igazolni, tehát tekintsük hipotézisnek, semmi másnak. Itt elsődlegesen arról van szó, hogy mivel humoros műfajban alkotott legnagyobbat, megint visszautalnék arra, amit a műsor elején mondtam, ezt egész egyszerűen kevésbé szokták díjazni. Tehát, ha valamiben nincs meg a megfelelő komolyság, idézőjelben megfelelő, akkor, akkor az valahogy sokkal kevésbé kapja meg azt a fajta elismerést, amit, ha valami tragikus hangvételű dologgal foglalkozunk, vagy valami történelmivel, mondom én ezt történészként, és talán ez lehetett mögötte. És tényleg, hogy majdnem, hogy posztumusz érte őt utol az elismerés. Holott megint csak megismételném, hogyha jobban megfigyeljük az életművét, akkor azért túl azon, hogy megint csak pár dolog. Dolgozott a Ludas Matyi szövegével, Dargai Attila Ludas Matyiával, a Hófehérrel, ugye Nep József állandó alkotótársa. De hát például a Párizsban szép a nyár című sláger szövegét is ő írta. Tehát meg lehetett volna fogni úgy a dolgot, hogy igenis van egy komolyabb műfaj, és mellesleg gyerekeknek, és nem csak gyerekeknek szóló humoros dolgokkal foglalkozik, de sajnálatos módon nem ez történt, és azt gondolom, hogy tényleg későn érte őt ez az elismerés. És meg is tudom érteni, ha bántottam, mert az életművével maximálisan rászolgált volna. Tehát, egy hallgató... De hát ne felejtsük el a Mac-eleket, hát az meg azért zseniális, mert ott a bakkecskerímekkel nyomja végig az összes epizódot. Igen. Majdnem, hogy az önmaga paródiája, pontosan igen. Így van. Tehát azt tudom erre mondani, hogy akármihez nyúlt, az aranyjá változott, ugye, nyilván ez őt nem fogja vigasztolni így holtában végképp nem, de hát annak idején állítólag Kosári Domokos találta azt mondani a kiváló történész, hogy az, hogy visszautasítasz egy kitüntetést, nem érdem, úgy kell élni, hogy fel se terjesszenek. És a Magyarország 20. századi történelmét ismerve többször össze rétegzett humort élek felfedezni Kosári Domokos szavaiba. Akkor hagyd tegyek hozzá egy hallgatói üzenetet, ami részben kicsit ezt is magyarázza. Gyerekkoromban együtt nyaraltam vele, majd sokat jártam fel hozzájuk, nagy élmény volt, őrületes humora volt, de a mindennapokban is, és fantasztikus társasága, és büszke vagyok a barátságára, és utána egy másik üzenetben nem szerette a rendszert. Ez is oka lehetett annak, hogy nem kapott komolyabb elismerést a rendszerben ezek szerint. Az lehet róla tudni, hogy az 50-es évek elején ő, miközben hát azért szövegekkel dolgozott, igyekezett elkerülni a rendszer kötelező kliséit, ami azért nem volt könnyű feladat, ezt lássuk be. Tehát egyébek mellett ezért is írt, hogy a saját szövegei révén tudjon kiállni, és akkor kevésbé fenyegette az a csapda, hogy a kötelező bornéz hülyeségeket föl kelljen mondania. Úgyhogy igen, tehát nyilván nem, az egészen biztosan elmondható, hogy nem tette le az időnként elvárt hűségnyilatkozatokat, és hát ez is belejátszható bizony abban, hogy kevésbé ismerték el. Nyilván a 80-as évek az már az eléggé mond oldott kádárkorcak. Hát sajnálatos módon, ahogy korábban is említettük, 1983-ban meghalt, és borzasztó belegondolni ebbe, ugye már több kedves szereplőn kapcsán beszéltünk erről, hogy hát hány egészen kiváló tehetséges ember van, akinek rövid élet adott ott meg, ő 1983. május 7-én halt meg, épp hogy 62 éves volt, de
a lánya nyilatkozta nemrég, ha jól emlékszem, a Mandélernek, hogy ha ma élne, akkor nagyon boldog volna, hogy ennyi évvel utána is, tehát közel 40 évvel utána is ennyire elevenen élnek az ő szövegei az emberek lelkében, eszünkben, a gondolatainkban. És azt gondolom megint csak, hogy az egyik legnagyobb dolog, ami történhet egy író szövegével, és én hadd nevezem őt írónak és költőnek, hogy úgymond olyanok is ismerik, akik talán nem is tudják, hogy tőle származik, mert önálló életre kell a szöveg. Igen. És Romhányi feltétlenül ilyen. Nem véletlenül kapta a Rímhányó nevet. Annyira kegyes volt hozzá a sors, hogy ki lehetett így játszani a nevét, és azt gondolom, hogy ez méltó volt hozzá. Uh-huh. Oké, de ezt ő magának adta, nem? Nem tudjuk pontosan, de erről vannak különféle legendák, de állítólag ő maga nevezte el így magát. Egyébként totálisan pasztolt. Tehát azt, hogy meglássa az ember elő lehetőséget, hogy Romhányi Rímhányó, ez abszolút ő, úgyhogy én hajlamos vagyok hitelt adni ennek, hogy igen, ő maga tudta ezt. Oké. Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét, hogy meséltél nekünk, és hát emlegetjük még sokat mi is szerintem. Romhányi. Nagyon remélem, hogy igen, és köszönöm az ötletet, hogy nem került el a figyelmünket az ő 100. évfordulója, mert róla persze 100-200-300 év múlva is érdemes megemlékezni, de a 100 az is szép volt, úgyhogy 100 éve is egy napja született. Köszönjük szépen, hogy emlékezhettünk rá. Mi köszönjük. Szép napot, szia, jó munkát. Sziasztok, minden jót. Katona Csaba történésszel idéztük meg tehát Romhányi József alakját. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid